Kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat itt a Városházán, Veszprém Város Önkormányzata nevében. Köszönöm, hogy eljöttek, örülök, hogy itt vannak. Isten hozta mindnyájukat. Hölgyeim és uraim! Áldozatvállalás másokért, emberség, együttérzés, nagyon-nagyon szép szavak, nagyon-nagyon szép emberi érzések, de mit sem érnek, hogyha ezeket nem gyakoroljuk nap mint nap, rendszeresen. Egész biztosan valamennyien éreztük már az életünkben, hogy valamilyen problémánk támadt, olyan probléma, olyan gond, amelynek a megoldásában egyedül kevesek vagyunk, valakinek, valakiknek a segítségére van szükségünk. Amiket az előbb említettem, emberi érzések, amelyeket csak úgy tudunk gyakorolni, kisebb közösség, nagyobb közösség, egy város, egy társadalom, hogyha vannak olyan munkatársaink, vannak olyan kollégáink, akik az áldozatvállalást másokért önként teljesítik, emberségesek és megfelelően együttérzők, most csak akkor lehet teljes, és akkor lehet beteljesült ez a nagyon-nagyon szép érzés és nagyon-nagyon szép tevékenység. És meggyőződésem, hogy nem csak érzés és nem csak önként vállalt feladat ez, hanem kötelességünk is. Kötelessége minden olyan társadalomnak, minden olyan embernek, minden olyan közösségnek, amelyben sokszor említem, az emberség szikrája benne van. Ida, leánykori nevén Bosnyák Ida, 1955. június 20-án született Rimaszombaton. 1995-ben szerzett szociális munkás képesítést a Bárti Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán. 2000-ben végzett gyógypedagógiai tanár és pszichopedagógusként az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyógypedagógiai karán, majd 2003-ban szociális szakvizsgát tett a Pécsi Tudományegyetemen. 1986 óta dolgozik szociális területen. Előbb a Veszprémi Városi Tanács egészségügyi osztályán, majd 1992 és 2004 között Veszprém megyei jogú város egyesített szociális intézményének volt részlegvezetője, a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szakmai részlegen. 2004-ben e szakmai részleg önállósult intézményé vált, az intézményvezetői feladatra Kremlédet választották. Az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza, illetve annak jogutód intézménye Kremléda vezetésével a mai napig kifogástalan szakmai színvonallal végzi a fogyatékkal élő személyek sokrétű ellátását. Lejonga Jánosné, leánykori nevén Szász Ágnes Mária, 1939. szeptember 2-án született Budapesten. 1962 óta él Veszprémben. Okleveles gyógyszerész diplomáját 1962-ben szerezte meg a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1977-ben műszaki doktor végzettséget szerzett a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. 1962-től 1991-ig a Veszprémi Vegyipari Egyetem analitikai kémia tanszék tanársegédjeként, majd adjunktusaként dolgozott. 1991 és 1994 között Veszprém megyei jogú város polgármesteri hivatal művelődési, egészségügyi, szociális és sportigazgatóságának igazgatója volt. Majd egy éven át a Közép-Dunántúli Tankerületi Oktatási Központ igazgatójaként tevékenykedett. 1995 és 2000 között az Országos Közoktatási Intézet pedagógus továbbképzési irodájának vezetője. 2000-től 2002-ig a Pedagógus Továbbképzési és Módszertani Központ nyelvi továbbképzési irodáját vezette. 2001 óta nyugdíjas, ám a város szociális életében továbbra is tevékenyen részt vesz.